A Virágnegyedi Városi Bölcsöde, valamint a Napsugár az Esőben központ közvetlen közelében lévő garázsok lebontására szólította fel az önkormányzat a tulajdonosokat. Borzontól 7 kilométerre lévő Medvelesből biztonságos körülmények között lehet figyelemmel követni a medvék táplálkozását. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ májusban több kiállítással várja a grafika és festészet iránt érdeklődőket. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek. Jó estét kívánok! A Virágnegyedi Városi Bölcsöde, valamint a Napsugár az Esőben központ közvetlen közelében lévő építkezési engedély nélkül közterületre épített garázsok lebontására szólította fel az önkormányzat a tulajdonosokat. Erre azért van szükség, mert különben az intézmények nem kapják meg működési engedélyüket. Május vége a garázsok lebontásának határideje, eddig 11 építményből 4-et számoltak fel. Május 31-i határidővel a Gyergyószent Miklósi Bölcsőde és a Napsugár az Esőben a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok foglalkoztató központjának közvetlen környezetében lévő engedély nélkül közterületre épített garázsok lebontását kéri az önkormányzat a tulajdonosoktól. Erre elsősorban a két intézmény tűzvédelmi engedélyének kiváltása miatt van szükség. Az elmúlt időszakban nagyon sokat szigorítottak a tűzvédelmi szabályokon, és úgy, ahogy ezt már korábbi híradókban is, híradásokban is hallhatták a tisztelt lakók, a bölcsőde és az ott helyet kapó Napsugár az Esőben egyesületnek a működési engedélyezési fázisában szükség van az újonnan kiváltandó tűzépítési, a tűzoltósági engedélyre, és megkaptuk az átiratot a tűzoltóság részéről, amelyben tájékoztatnak arról, hogy a garázsok, amelyek közterületre lettek építve és a bölcsőde körül épültek meg, amíg nem bontódnak le, addig nem fogunk engedélyt kapni a működésre. A bontási munkálatot az építmény tulajdonosok kell elvégezzék, de segítséget kérhetnek az önkormányzattól is, a rendelkezésre álló géppark igénybevételét illetően. Állunk készségesen rendelkezésre az esetleges szállítások és bontási munkálatok gépi erőnek a felajánlásába és lebonyolításába, de mindenképp végső határidőként a május végét fogjuk megszabni. A felszólításokat egyébként majd a garázsokra is kifüggesztik. A garázsokat május végéig kell lebontani, ellenkező esetben a munkálatot egy végrehajtó szakcég végzi majd el, melynek költsége a tulajdonost fogja terhelni. Továbbá, amennyiben valaki a városnak már befizette az építmények után a területfoglalási illetéket, úgy ezt az összeget átcsoportosítják a tulajdonos más nemű adójába. Két új falvi, egyik 16, másik 22 éves fiatal, egy 35 éves nő táskáját lopták el az egyik Gyergyószentmiklósi bevásárlóközpontból. A táskában telefon és 2000 lei készpénz volt. Az eset hétfő délután történt, egy bevásárlókocsiból tulajdonították el az említett táskát. A nő értesítette a rendőrséget. A táskában olyan javak is voltak, amelyeknek összértéke 5000 lejre rúg. A rendőrség kiérkezése után megvizsgálták a térfigyelő és biztonság kamerák felvételeit, így be is tudták azonosítani az elkövetőket. A rendőrei tárcsázták a táskában lévő telefont, a tolvajok pedig válaszoltak a hívásra. A két fiatal némi rendőri győzködésre visszavitte a táskát a bevásárlóközpontba, ahol a táska tulajdonosa megerősítette, hogy abból nem hiányzik semmi. A tolvajok ellen eljárás indult a Gyergyószentmiklósi ügyészségen lopás gyanújával. Borzontól 7 kilométerre alakított ki biztonságos Medvelest Egyed Zsolt, aki fiával együtt már eddig is számos turistának szerzett maradandó élményt. Kedden este a környékbeli sajtósok kaptak meghívást, hogy részesei legyenek egy nem mindennapi látványosságnak. Közelről figyelhessék a barna medvéket, miközben esznek, kergetőznek, pihennek. Stábunk rögzítette a Medvelesből látottakat, a tervek szerint hamarosan élő közvetítések is lesznek a létesítményből. Autóval szállították egészen a Medveles bejáratáig a csoportot. Az építményt szöges szőnyeg veszi körül, ezáltal is tovább erősítve a biztonságot. Egyed Zsolt elmondta, mire kell figyelni a Medvelesben, tilos többek között a hangoskodás, telefonálás. Érdeklődésünkre felelevenítette, hogyan jött létre ez a kezdeményezés. Itt kint Borzonton nekünk már lassan 4 éve vannak telkeink, meg házak,
És a medve nagyon gyakran bejött. Esténként bejött, letépte az autónak az ajtóját, letépte a ház ajtóját. Elég sok kárt csinált a medvét nekünk. És akkor gondolkoztunk el egy olyan, hogy mi lenne, ha a medvét kint tartanánk. Igaz, a Borzontól 7 kilométerre van a medveles, a háztól másfél-két kilométerre. Vadász vagyok, egy vadásztársulatnak a tagja, és köteles vagyok etetni a vaddisznókat, télen a vadakat. Én arra gondoltam, hogy akkor mi lenne, ha kicsivel többet kapnának azok a disznók, és a medvék is otthon ennének, abból a kukoricából, meg kukoricát adunk, viszont nem tudjuk ráírni a kukoricaszemre, hogy ez a medvé, az a disznói. Medvék, két-három medve öröké van, vagy nagyjából öröké van, és ott jól adnak. A medvelesben türelemre van szükség, hiszen bár többnyire minden este enni mennek az állatok, ki kell várni azt, amikor megérkeznek. Van, amikor egyszerre többen jönnek, vagy külön, különböző oldalról közelítik meg a területet, ahová kiszórják a kukoricát. Ezúttal viszonylag hamar feltűnt az első medve, de ő nem jött közel, hanem megfordult és távozott. Fél nyolc után azonban rövid időkülönbséggel két medve is érkezett. A Balunnak nevezett állat körülbelül 6 éves és 250 kiló, a kisebb 80 kiló körüli bocsnak még nem adtak nevet. Volt olyan, hogy a fiam fényes nappal fiamtól 3 méterre volt a medve, a kőmesnek segített a fiam, hogy feladni az állványra az anyagot, és a kőmes szólt, hogy Alex, a hátadnál van a medve. Na, ekkor nagyon megijedtünk, és azt mondtuk, muszáj valamit tegyünk, mert akárkinek szóltunk, senki igényben nem vette. Medve volt, medve lesz, öröki. Ezelőtt 8 évvel is volt medve, a szomszédtól elvitte a juhot, ezelőtt 8 évvel, 10 évvel anyósomnál a körtefa alatt aludt a medve, két medve, öröki volt probléma. Egy medve és magas les kialakítása a nagy befektetés. Elektromos áram, internet, fűtés és légkondicionáló is van. Kezdetben csak azért építették, hogy kintartsák az állatokat, etessék őket, hogy ne tegyenek kárt. Az érdeklődés azonban nagy volt, sokan szerették volna látni közelről, mégis biztonságos körülmények között a medvéket, vaddisznókat, szarvasokat. Tavaly júliusban kezdtünk el azon gondolkozni, amikor akkora volt a nyomás már a panzióktól és a vendégházaktól, hogy akkor jó, vigyünk vendéget, legalább nekünk is a költség csökken, mert ugye vendég kijön, egy kis támogatást adott a mackódnak. Vaddisznótnak, szarvasok. Volt olyan, hogy 17 szarvas volt bent. Volt olyan, hogy a medvét körbevették a szarvasok. Sok olyan élmény volt, amit nem hittek el az emberek. Ha élőadásban megnézitek a Facebookon, a Medveles Erdélybe Gyergyószent Miklós oldalon, ott láthattak élőbe, hogy a vaddisznók 50-60-70 centire a medvétől közösen esznek. Őzek, szarvasokkal. Mindenki, aki eljött, külföldről rengetegen járnak azon, hozzánk. El van a képedve, hogy mit láttak itten. Az elmúlt időszakban gyakran hallunk medvetámadásokról, sokan kerültek kórházba emiatt. Egyed Zsolt szerint ennek oka nem csak a túlszaporulat, hanem az is, hogy leszedik az állatok táplálékát. Oda kéne figyeljenek a polgármesterek, hogy tényleg az romákot valamilyen szinte szűkítsék le, hogy nem menjen ki szekerekkel, 100 kiló tonnákot szednek össze ebből az erdei gyümölcsből. Persze, hogy a vad beszorul, leszorul. Vadásztársaságok rengeteget etetnek. Mi lenne az, hogy nem lenne etetés? Nézzük meg, Alforba bejött a farkas, igaz, a központra. Elvitte a juhot. A medvék Libánba rendszeresen naponta betörnek a házakhoz. Az elmúlt egy évben nagyon sok turista látogatott a borzonti medveleshez. Többségük külföldi, elsősorban magyarországi, de hollandok, angolok, japánok, ausztrálok is jártak már itt. Szeretnék, ha a világ bármely pontján figyelemmel követhetnék az állatokat. Az érdeklődés egy olyan hétig működött, viszont maximalisták vagyunk, én is a fiam is, és arra gondoltunk, hogy több kamerával kellene közvetítsünk élőbe. Igen ám, de elmentünk telefontársághoz, egyeztünk arról, hogy adjanak magasabb netet, vagy jobb minőségű netet. Sajnos bármit kipróbáltunk, nem működött, csak egy-két kamera. Na most vagyunk azon, hogy átszervezzük az egészet, újabb profi kamerákat teszünk le, a mikrofonokat, olyan, hogy a madár csicseregését hallják. Hát ma is volt egy próba, ilyen mikrofon próba, úgymond, hogy a hangot is, hogy lássuk, milyen hangzást ad ki. Hát gyönyörű, mikor csirpelnek a madarak, mikor a kakukkal. Minden, hát
rengeteg jó pozitív visszajelzés van. Csak nem két órát töltöttek a gyergyői sajtósok a Medvelesben, közelről megfigyelve az állatok mozgását, táplálkozását, kergetőzését. Az élmény nem mindennapi. Továbbra is hosszas a várakozás a sofőriskolások elméleti és gyakorlati vizsgái között. Megyénkben átlagosan 3 hónap ez az időszak, de olyan is van, aki a sikeres vizsgát követően 5 hónapot kell várjon, hogy rendőrrel is vizsgázhasson. Ennek legfőbb oka a személyzet hiány, ugyanis Hargita megyében összesen 8 vizsgáztatói engedéllyel rendelkező rendőr van. Bár hónapok óta kérik a személyzet bővítést, eddig még nem változott a helyzet. A Hargita megyei gépjárműbejegyzési és jogosítvány nyilvántartó hivatal irodavezetője jövő héten megbeszélésre megy a belügyminisztériumba. Reméli, hogy kedvező válaszokkal térhet haza. A személyzet hiány mellett a diákok felkészültségi szintje is hagy kívánnivalót maga után, hiszen 100 diákból 60-nak újra kell vizsgáznia elméletből, arról nem is beszélve, hogy a rendőrvizsga során sokan még az autó székét se tudják beállítani, nehezményezi Adrián Ponescu, a megyei prefektúra sajtószóvivője. Költségvetés kiigazításról döntött legutóbbi ülésen Maros megye tanácsa. Ennek keretében a megyei önkormányzat több mint 5 millió lejt hagyott jóvá a Maros megyei klinikai kórháznak és további 2 határozatban kilátásba helyezte a kórházban működő 2 részleg külső felújítását, valamint növelték a Transzilvánia repülőtér felújítási munkálatainak értékét. Módosított a Maros megyei tanács a költségvetésen, 5,3 millió lejjel növelték meg a Transzilvánia repülőtér felújítási munkálatainak értékét. Ugyanakkor az önkormányzat technikai igazgatósága 16 ezer lejes költségvetés módosítást kért 2 megyei útszakasz tervezésére. A további változások a Maros megyei tanács alárendeltségébe tartozó intézmények költségvetésén belül történtek. A számottevő értékváltozás a büdzsétételei között a repülőtér felújítási munkálataira szánt összeg. Ez az 5,3 millió lej a rendkívüli munkálatok teljes összegét fedezné. Itt pontosítanék azért, hogy nem biztos, hogy szükség lesz erre az 5,3 millió lejre, viszont ez a maximális összeg, amelyet le lehet hívni rendkívüli munkákra és nem előrelátott munkálatokra, és mivel hogy a repülőtér munkálatai nagyon közel állnak a végső célhoz, ezért belefoglaltuk a teljes összeget, hogy abban az esetben, hogyha menet közben lesznek olyan munkálatok, amelyeket kell majd fedezni, akkor nem lehet abban a pillanatban összehívni a megyei önkormányzatot. A repülőtérrel kapcsolatban más határozatról is döntöttek a tanácsosok a Maros megyei tanács soros ülésén. A repülőtér személyzeti szerkezeti felépítésének változásáról van szó. Volt egy olyan gazdasági igazgatóság, amelynek 12 alkalmazottja volt, tehát nem motivált egy ekkora intézménynek, hogy egy 12 tagú gazdasági igazgatósága legyen, úgyhogy én hitelt adok nekik, és természetesen, hogyha hitelt adtunk, hogy vezessék ezt az intézményt, akkor hitelt kell adjunk abban a csapatfelépítésben is, amellyel ők akarják folytatni ezt a tevékenységet. A 12 személy munkaköre nem számolódik fel, csupán a gazdasági igazgatóságnak lesz kevesebb alkalmazottja. Új igazgatóságokat hoznak létre a repülőtér versenyképes működtetése érdekében, és a kiválasztott személyek ezen igazgatóságok keretében folytatják majd tevékenységüket. A MOL Románia is a közösségét alapítvány 8. alkalommal adta át a tehetség gondozásért járó mentordíjakat a bukaresti Odeon Színházban megszervezett gálán május 8-án. Az elismerésben részesülő 10 tanárt és edzőt a 2017-es kiírásra beérkezett 216 jelölésből választották ki. A 10 díjazott mindegyike 8000 lej pénzjutalomban részesült és átvette a mentor trófeát, Joan Nemcoy képzőművész alkotását. A díjazottakat a Közösségért Alapítvány kuratóriuma választotta ki a 2017. április-december között beérkezett 216 jelölésből. A 2 bukaresti, kalarási, konstancai, dévai, krajovai, bákói, marosvásárhelyi és kézdivásárhelyi pedagógus mellett a gyergyóalfalvi, de Gyergyószentmiklóson is oktató Balázs József rajztanárt is díjazták. Merj gazdaságot építeni címmel hallhattak interaktív előadást az ifinapok rendezvénysorozat keretében az érdeklődők Hargita megye tanácsa márvány termében. Csilip Árpád gazdaságáról, élményeiről, a vállalkozás nehézségeiről beszélt a hallgatóságnak.
Az ifjúság évének fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet a fiatalok elvándorlásának problémájára, hisz megengedhetetlen, hogy akár egy politikus is a homokba dugja a fejét a téma kapcsán. Nem elég munkahelyeket teremteni, hanem biztosítani kell minden feltételt a fiataloknak, hogy vállalkozásba kezdhessenek, és ők maguk munkahelyet teremtsenek. Nyitotta meg az Interaktív Gazdasági Fórumot Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke. A megye elnök elmondta, Hargita megye tanácsa pályázatain és számos más programon keresztül dolgozik azon, hogy a fiatalok kipróbálhassák magukat, és a kudarcok után is lehetőségük legyen az újrakezdésre és fejlődésre. Olyan jövőképet kell biztosítani az ifjúságnak, mely az itthon maradásra és a hazatérésre ösztönzi őket, tette hozzá Borbély Csaba. Fontos, hogy tudatosuljon a fiatalokban, hogy a siker nem a nagy autót és nagy házat jelenti, hanem a tudásbirodalmát, a tapasztalatot és a fejlődést, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke. Ez a hét lehetőség arra, hogy olyan információkhoz jussanak a fiatalok, melyeknek a későbbiekben hasznukat vehetik, ha vállalkozásba kezdenének, mondta az alelnök. Csilip Árpád, a Hargita megyei fejlesztési ügynökség ideiglenes igazgatója, Merj gazdaságot építeni címmel tartott előadást a középiskolás és egyetemista fiataloknak. Ugye nem volt nagy dolog észrevenni azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva a nagyfejvásárlóknak, és ugye volt 2015-16-ban ez a válság a tejtermelők hátrányára, és igazából rájöttem, hogy kellene csinálni egy kis feldolgozót, ami mindenre, legalábbis az én szemszögemből, most az én vállalkozásom nem sajtra fog épülni, hanem minden másra, tehát joghurt, különböző pasztorizált tejek, ízesített tej, kakaó. És ezt próbáljuk online rendelésre kihordani házhoz heti háromszor. Ugye ebbe megvan minden, a Startup Nation volt ez a második vállalkozás. A Startup Nationben megvásároltunk minden eszközt, ami ennek a feldolgozására, a tejfeldolgozására szükséges, és illetve van egy hűtős autó, ami a kiszállításhoz fog kelleni. Mi a legnehezebb ebben az egész folyamatban, munkában? A legfőbb probléma az emberhiány. Én most, ha mondhatom, vagy fogalmazhatok így, a precíziós gazdálkodás fele kellene elmozduljak, és minden fiatal vállalkozót arra tudok biztatni, hogy éljen a precizitás lehetőségével, és használjon ki minél több pályázati lehetőséget, hogy gépesítse a gazdaságát, és lehető legjobban automatizálja, mert tényleg szerintem a munkaerő hiánya legkomolyabb. Amúgy az egész komplex és nagyon összetett folyamat, tehát már a szántástól kezdve ugye az teljes termelési folyamatot mi végezzük, a szántás, vetés, aratás, állatnevelés, félkész termékek előállítása, illetve feldolgozás, és még a kiszállítást is most bevállaltuk. Tehát, hogy a vásárlók elvileg le tudják követni a gabonatermeléstől egészen az állatborjú nevelésen keresztül, hogy lesz abból nekik az asztalon tej, a teljes folyamatot. Ez így nagyon könnyű elmesélni, de hogy milyen munka van a háttérben, azt el sem tudom mondani. A folytatásban Király Szabolcs, Gyere haza és Vállalkoz interaktív előadása következett, majd Borsa Orsolya pályázati szakértő a startupokról tartott bemutatót, ezt követően Jánó Edit a megyei munkaerő elosztó ügynökség részéről a fiatalok alkalmazási lehetőségeiről tartott tájékoztatást. Brassóból érkezik a belső iránytű soron következő meghívottja, Sisak Imola. A klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta több mint 20 éves régiséggel lesz szakmában, világít rá egy olyan tényezőre, amely meghatározza mindennapi viselkedésünket, viszonyulásunkat embertársainkhoz, és formálja, azaz deformálja jellemünket oly módon, hogy egyéniségünk teljesen rabjává válhat. A szégyenről szól, amelyet mérgező jelzővel is megtalálunk a szakirodalomban, és amelynek talán legnagyobb veszélye, hogy gyermekeinknek örökségként adjuk akaratunk ellenére. Mindannyiunkat érint a téma, érdemes többet tudni a szégyen útvesztőiről és a kiútról, mert lehet szégyentelen életet is élni. A belső iránytű előadása május 11-én 19 órától lesz a Szent István plébánia nagy termében. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ számára mozgalmas lesz az elkövetkező időszak, hiszen májusban számos kiállítást szerveznek, nem csak a községben, hanem Ditróban, Dremetén, Gyergyószentmiklóson is. Emellett a budapesti Székely Fesztiválra is meghívást kaptak egy tárlattal.
Nagyon sok kiváló alkotás gazdagítja a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ gyűjteményét. Ezek közül az elkövetkező napokban, hetekben számos kerül bemutatásra tárlat keretében. Hát a legelső programunk az a tehetséggondozó programunknak a záró kiállítása lesz, amit a Próter Alapítvánnyal közösen szerveztünk. A következő kiállításunk az 11-én, ez most ez 12-én, szombaton. 11-én egy kiállításunk lesz Budapesten, a Millenárison, a Székely Fesztivál keretén belül, ahol a tavalyi Global Nomadic Art Project című táborunk anyagát fogjuk kiállítani. 15-én Ditróban lesz egy kiállításunk az Alkotóközpont anyagának, gyűjteménynek grafika anyagából. 16-án Gyergyóremetén, a tanásteremben ugyancsak ebből az anyagból válogattam ki munkákat. A tehetséggondozó programban résztvevő 16 gyermek mindegyikének három legjobb alkotását mutatják be szombaton 17 órától a Szkóla vendégház ebédlőjében. A ditrói és remetei grafikai kiállításokat követően a legnagyobb tárlat május 18-án nyílik. Májusi legnagyobb kiállításunk az az Újra Nyíró Pro Art Galéria Pincétől a Padlásig című kiállítása lesz. Ennek apropójaként, hogy újra nyitják a galériát, a pincét is át akarják alakítani, úgyhogy azt megpróbáljuk megtölteni azzal a tartalommal, amit úgy a kastély elvesztése után az Alkotóközpontnak sikerült megvalósítani. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ idén is szervez táborokat, június 18-án például a kolozsvári és csíkszeredai művészeti diákok számára kezdődik nyári szakmai gyakorlat festő és grafika szakos tanár vezetésével. Ezek voltak híreink, a folytatásban a Székely Konyha magazint láthatják a nézők. Köszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmet, a holnap esti viszontlátásra.